2023 senki számára sem egy könnyű év. Az infláció az élet minden területére kihatással van, nem kivétel ez alól az állatvédelem sem. 2023 az egy picit nehezebben indult, mint az eddigi éveink, de azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen nem is olyan meglepő, mert minden állatvédő szervezetnek nehezebb. Egyértelmű, hogy felmentek az árak, minden drágább, drágább az orvosi költség, drágább az élelem, az élet minden. Egyértelmű, ugye nekünk itt vannak ezek az állatok, adott a létszámunk, ami jelenleg ugye 86 kutya. Ezekről az állatokról nekünk ugyanolyan szinten kell gondoskodnunk, mint eddig is az évek folyamán. Tehát ők igazából nem érezhetnek semmit abból, hogy a világban ugye milyen problémák vannak. És ugye mi Ildikóval mindig is minden erőnkkel azon voltunk, hogy nekik mindent megadjunk. Folyamatosan próbálunk pályázni is. Hát ugye több-kevesebb sikerrel. Szerencsére most van egy olyan jellegű pályázatunk, ami ugye az ivartalanítást támogatja, és azért ez nagy dolog, mert tudjuk jó, hogy ezek a bizonyos műtéti árak is nagyon megemelkedtek. Nagy problémát jelent az is, hogy a nehéz gazdasági helyzet hatására a támogatók száma is megcsappant. Azt gondolom, igen, hogy ugye megszokták azt az emberek, hogy mi jellemzően nem szoktunk sírni, nem szoktunk panaszkodni. Tehát tulajdonképpen ugye, amikor a mi oldalunkon valaki szétnéz, akkor mi tényeket szoktunk közölni, ugye megmutatjuk az állatainkat, de nem jellemző ránk az, hogy kérjünk, nagyon-nagyon ritkán kérünk. Tehát azt már tényleg megszokhatták, hogyha valóban nagy szükségünk van rá, mi csak akkor szólítjuk meg, úgymond a követő táborunkat. De igen, most egy olyan helyzet alakult ki, hogy úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk, és ugye semmi extra dologra nem kértünk, tehát nem autót akarunk venni, nem az EON számlára kérünk, tehát semmi ilyen elrugaszkodott dolog. Igen, az alapvető dolog az élelem, amire azt gondoljuk, hogy szükségünk van rá. Egyébként vannak olyan emberek, akik rendszeresen, havi szinten, akár csak egy zsák táppal is, de segítenek nekünk, de most valahogy úgy éreztem, én legalábbis, hogy egy picit elfelejtkeztek rólunk. Tehát még azok az emberek is, akik eddig figyelték, követték a munkánkat, most valahogy elfelejtettek minket, és azért gondoltam azt, hogy muszáj egy picit felhívni magunkra ezzel a figyelmet. Az alapítvány oldalán megjelent egy felhívás, amiben arra kérték követőiket, hogy legalább egy gombóc fagylalt árával támogassák védencei ellátását. Mi feltettünk egy egyszerű képet, amin lefotóztuk a hordónkat, amiben már alig volt táp, a kutyus pedig ott figyelt. Ez nem volt elég figyelemfelkeltő, aztán kaptunk egy segítséget, egy kedves barátunk készítette el nekünk ezt a plakátot, és milyen érdekes, hogy ez is számít, hogyan mutatjuk meg a mi segélykérésünket, mert arra a plakátra azért többen felfigyeltek, és egyébként, hát nem is tudom, ez alatt a szűk hét alatt így kaptunk azért tápadományt is, illetve a számlánkra 196.500 forint érkezett, amit egyébként mindenkinek a nevét kiírtuk, aki segített nekünk, és azt az összeget egy-egybe a táp megvásárlására fordítottuk, amit most meg is tudunk majd nektek mutatni is, mert a mai nap folyamán ezen összegből be is vásároltunk. A probléma viszont még így sem oldódott meg tartósan. Az adó 1%-okból befolyt összeg valamikor szeptemberben érkezik, addig viszont hetek vannak, s a beszerzett táp csupán egy rövid időre elég. Most, amit mi vettünk, az 215 kiló, ugye ebből a pénzből ennyit sikerült, és ha úgy számolunk, hogy naponta 40 kiló élelem nekünk elfogy ugye erre a 86 kutyára, akkor végül is egy szűk hétre elegendő ez az élelem. Tehát mondhatjuk azt, hogy továbbra is ugyanúgy szükségünk van a segítségre. Természetesen aki úgy érzi, hogy nem szeretne ilyen jelleggel pénzt adni, tehát nem készpénzt kell, hogy adjon utalni, az megveheti nekünk a tápot. Hát ugye azt még szoktuk jelezni, hogy azért a gyenge minőségű táppal mi nem etetünk. Tehát, ahogy mondtuk, ezek az állatok megszokták ezt a szintet, és nem fogunk alá menni, mert akkor sajnos ez azt vonná maga után, hogy itt hasmenés lenne. Ugye ilyen nagy létszámú állatnál az már nagyon nagy problémát okozna nekünk. Tehát azt semmiképpen nem engedhetjük. Tehát szeretnénk azért ezt a szintet megtartani velük. Azok, akik segíteni szeretnének, személyesen is eljutat
juttathatják fel ajánlásukat az alapítvány telephelyére, vagy a Hála oldalán megadott bankszámlaszámra utalhatnak bármilyen összeget, akár csak egy gombócfagyi árát, hiszen a sok kicsi sokra megy.